Sokan szeretnek utazni, és van, aki hónapokkal előbb megszervezi utazását. Ilyen a magyar kanizsai Iván Attila is, aki még 2019-ben foglalta le a repülőjegyét és a szállását Párizsba. A 2020 áprilisára tervezett kirándulás viszont azóta sem valósult meg. 2020 áprilisában kellett volna mennünk, ugye akkor nem lehetett a koronavírus járvány miatt, áttetettük az utazást októberre, akkor jött a koronavírus második folytatása, úgyhogy akkor se tudtuk elmenni, úgyhogy áttetettük idén április végére. Én nagyon remélem, hogy addig rendeződik a helyzet, és el tudunk utazni. Az utazások nagyobb százaléka a tavalyi évben nem tudott megvalósulni. A pénzt nem tudták az utazási irodák visszafizetni, így csereutalványt ajánlottak fel az érintetteknek. Ezeket az utalványokat december végéig tudják kihasználni. Azok pedig, akik mégsem utaznának, visszaigényelhetik a már befizetett pénzt. Ez egy országos rendelet, ami szerint, aki nem használja ki december 31-ig e évben, bírja visszaigényelni a pénzt, és a szervezőnek 15 napja van, hogy ugyanazt visszautalja, azaz január 15-2022, ugye amennyiben nem lesz leutazva. Az utazási és szervező irodák visszafizetési lehetőségét ugyanakkor nagyban befolyásolja majd az idei nyaralási időszak megkezdése. Amennyiben zökkenőmentesen tudnak dolgozni és lesz bevételük, akkor fizetőképesek lesznek. Abban az esetben viszont, ha a turizmus az idei évben is korlátozva lesz, a befizetett utazási pénzösszegek elveszhetnek. Ugyanis 450 szervező irodából csak 100 kapta meg a garanciát, ami a működéshez kell. Részletezte Danica Farkas Grupin. A magyar kanizsai közvetítő bízik abban, hogy az idén már zökkenőmentesebben tudnak dolgozni.